Hoffmann Tamás köszöntötte az Újbudai Szociális Szolgálat Albertfalvi intézményében a karácsonyi ünnepre érkező nyugdíjasokat december 12-én. Újbuda polgármestere sok meglepetéssel szerzett örömet az ünnepi ebédre váró közösségnek. A Kisújszállás utcai idősek klubjában már állt a karácsonyfa, hiszen az idejáró idősek évről évre már az adventi időszakban együtt ünneplik a karácsonyt. A főként szociális étkeztetéssel, nappali ellátással és segítségnyújtással foglalkozó intézmény most egy televíziót kapott az önkormányzat jóvoltából és egy internetre is csatlakoztatott laptopot. A több tucat nyugdíjas személyes ajándékot is kapott a polgármestertől. A szép karácsonyfadíszeket újbudai iskolások készítették kifejezetten az idős embereknek az elmúlt hetekben. Most már hagyományá válik Újbudán, hogy ami szerintem a legfontosabb az, hogy gyerekek olyan karácsonyfa díszeket készítenek, amelyek időseknek jutnak el, időseknek juttatnak el, és ezt a gyerekek tudják, hogy mire, milyen céllal készítik ezeket a karácsonyfa díszeket, és óriási lelkesedéssel készítik. Tehát ezt a pluszt, amelyet ilyenkor lehet, mindenképp szívvel, lélekkel bele is adják, és az idősek pedig nagy szeretettel és örömmel fogadják ezeket az ajándékokat. Ez egy örök emlék számukra, és egy nagyon fontos közösség megtartó, összetartó erő is. Nyilván ezen felül persze idős klubok kapnak különféle olyan eszközöket is, amelyek az itteni munkához, vagy az itteni időeltöltéséhez hasznos és lényeges, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb ez a szeretet és ez a figyelem, amelyet a karácsonyfa díszeken keresztül kapnak. Nem először vagyok itt, 4 éve járok itt. Kedvesek a csoporttársak, összekovácsolódtunk, szinte barátként ülünk egy asztalhoz, és ilyenkor nagy öröm, hogyha karácsonykor együtt van a baráti kör. Énekelünk karácsonyi énekeket, és együtt vagyunk, és tudunk beszélgetni többet, mint máskor, mert ilyenkor mindenki itt van.